elakad a szó, megakad a kép. Elakad, ha téged látlak, kit akarok én, kit akarok én. Jöttem, de rám nem vártak, körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukkal. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék? Jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Köszöntjük is a stúdióban a zenekar két tagját, Szűcs Viktort és Agócs Márton. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Azért elnézve a klipet, Marci, te sokat estél keltél itt a kavicsokon, nem volt utána csupa kék-zöld volt a térded, lábad, kezed? Hát szerencsére ez a felvételeken nem látszott, de kegyes volt hozzám a zenekarom, és hoztak matracokat, konkrétan a Viktor hozott két matracot, és a nagy borulások, megesések azok általában ezen a matracon végződtek. Volt, hogy mellé ment, de összességében elég jól megúsztam az egészet. Túl lehetett élni ezek szerint, de azt már, hogy említettem, hogy 3 éve nem jelent meg új dalotok és új album sem, most viszont közeleg az új album, ami ezért mindig egy ünnep lehet egy zenekar számára, de mennyire volt rögös az idáig elvezető út és az elmúlt szűk 3 év? Hát ilyen nagyon érdekes volt, de hát amikor mielőtt beütött a Covid, ugye mi pont akkor adtuk ki még a forduló lemezünket, és úgy éreztük, hogy miénk lesz most a világ, és ezzel most nagyon jó lesz, nagyon nagy lesz, és hát ezt hamar átírta sajnos a járvány a játékszabályokat. Igazából ez az új lemez, ami lesz, meg ez a klip is, meg ezek a dalok, ez egy ebből a visszaesésből egy kivezetés volt nekünk, egy ilyen újra összeszokás, újra összejövés. Még azt is lehetett tőletek olvasni, hogyha nincs a Covid, meg a maradj otthon, akkor még fel is oszlott volna a zenekar. Ezt miért éreztétek így, és mennyire kovácsolta össze mondjuk a csapatot ez az új lemezkészítés? Azért mondtam, meg gondoljuk ezt, mert pont egy olyan időszak után voltunk, amikor volt a Maradj Otthon és az első karantén, ami nagyon-nagyon megterhelő volt mindenkinek. Tehát volt egy brutális turnénk, utána egy lemezfelvétel és az arra való felkészülés, és nagyjából egy éven keresztül folyamatosan össze voltunk zárva, és így a zenekaron kívüli élete a tagoknak így kezdett szétesni. Munka, magánélet, minden, és így érezhető volt, hogy egyre feszültebb a légkör, és már tudod, amikor már a semmin is összevesztek, és így minden rossz, kb. Ilyesmi helyzet volt. De ez igazából nem azért történt nyilván, mert nem szeretjük egymást, hanem egyszerűen teljesen ki volt facsarva mindenki, és kellett egy kis... Szerencsésen kievickeltetek ebből a persze, problémában. Igen. Tavaly már azért beindult a szekér, én voltam is a Művészetek Völgyében olyan Orevar koncerten, hogy nem fértek már be többen abba az udvarba, ahol ti voltatok, de aztán most pedig jön nem sokára az új lemez. Erről pár szót mondjatok, mi lesz a címe, hány szám lesz rajta, mi az, ami eddig tudható erről? Hát a címet azt majd egy másik interjú alkalmával elmondjuk, az még titkos. 10 dal lesz egyébként rajta, ebből 9 a miénk, egy pedig egy AVS feldolgozás lesz, amit Siklósi Örs barátunk emlékére vettünk föl és játszottunk föl a lemezre, az Édes, mint a só című AVS dal egyébként.
Az Előfutárdal címét azonban már ismerjük, ez az Utánad, amit láthattunk is videoklip formájában. A festői Dunakanyarban forgattátok ezt a klipet, meséljetek a kulisszatitkokról, mi minden történt ott veletek, hogy éreztétek magatokat? Hát nagyon jól éreztük magunkat igazából, mint ahogy a klippen is látszik, ez azért nem egy ilyen teljesen komoly hangvételű videóanyag lett, úgyhogy nagyjából olyan hangulatonak kell elképzelni a forgatást is. Én nagyon rég röhögtem már ennyit, és nem is a jeleneteken, hanem egyszerűen ahogy az Agócs kinézett egy-két. Igen, én is nagyon szurkoltam, hogy átérj a túlsó partra, de hát ez köszönöm, nem jött össze. Köszönöm szépen. Amikor Ikaraszként próbáltál volna felszállni, ugye te voltál a főhőse tulajdonképpen ennek a klipnek, azt el kell mondani, de ki volt akkor az ötletgazdája ennek a kis történetnek? Az alapötlet a Fejér Janitól jött, ő a Misés Ágoston bátyja, meg a képi, meg tehát videós, fotós anyagainknak a készítője és álmodója. Tőle jött az alapötlet, és utána a Fejér Misi dolgozta ki, meg vitte tovább ezt az egészet. Igazából az volt az alapkoncepció, hogy mivel ez egy érzelmes, szerelmes dal, hogyha a klippet is nagyon egy érzelmes, szerelmes vonalra visszük el, akkor lehet, hogy az már gicses lesz, úgyhogy próbáljuk meg feloldani valami kis hülyeséggel, és ez lett, így lett ez. És majd, bocsánat, Tivi? Mondja csak, Marci, de köszönöm. Most akkor végül is így beindítottátok a nyarat a rajongóknak ezzel az új dallal és a hozzákészült videóklippel. Mi minden várható még majd tőletek? És hát a lemez akkor mikor is hallható majd tőletek itt teljes egészében? Hát úgy tervezzük, vagyis hát így is fog történni remélhetőleg, hogy a július közepe vége felé még meg fog jelenni még egy dal a lemez előtt, és a lemez valószínűleg ilyen augusztus elején jön, és akkor a lemez bemutatón augusztus 18-án a Budapest Parkban már mindenki a kezébe foghatja, meg a fülhallgatójában hallgathatja meg mindenhogyan. És akkor ezek szerint akkor már hallható lesz, tudható lesz a címe, és hallható lesz ez a dal is, és addig viszont merre kalandoztok? Legközelebb most szombaton Zsámbékra, egészen messzire, tehát ahonnan indult a zenekar. Végre újra otthon játszunk. Szeretettel várunk mindenkit. Utána pedig lesz egy erdélyi körünk jövő héten, utána volt fesztivál, és a többi, és ez még csak a júniusnak a fő állomásai, úgyhogy elég masszív nyarunk lesz. Sok sikert ezekhez a koncertekhez, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen! Mi köszönjük szépen!